Az első osztályosok bevonulásával kezdődött a program. A német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok közreműködésével állítják össze hosszú idő óta a pedagógusok a műsort. Most a 4. A és a 4. C osztály diákjai mutatták be Szent Márton legendáját magyar és német nyelven. Népi hagyományokat, hiedelmeket elevenítettek fel, táncos, zenés betétekkel színesítve. Nem maradhattak el az időjáráshoz köthető megfigyelések sem, így megtudhatták már a legkisebbek is, ha Márton fehér lovon érkezik, enyhe tél, ha barna lovon, kemény tél várható. A felső tagozatosok közül az 5. A és a 6. A osztályból verbuválódott énekkar is előadott néhány dalt, németül és magyarul is. Ilyenkor elmaradhatatlan kellék a lámpás. Van, ahol a szülők otthon készítik el, s olyan osztály is akadt, akik közösen technika órán foglalatoskodtak a lámpással. Mivel ez az iskola egyik leglátogatottabb programja, a 8-os diákok sok-sok kenyeret mentek meg kacsazsírral, s hintettek meg kalocsai paprikával és lilahagymával. Hiszen nem csak a diákok. A testvérek, a szülők, a nagyszülők is szívesen elfogyasztanak 1-2-3 szeletet, s mellé kortyolgatják az igazi menzás teát.